Az afrikai sertéspest is 2018 áprilisában jelent meg Magyarországon, először Nógrád vármegyében, egy hónap múlva pedig már Szabolcs-Szatmár-Berek térségéből is jelentették a fertőzést. Azokat a területeket, ahol megjelent a betegség, a NÉBIH fertőzött területnek nyilvánítja, a környezetét pedig magas kockázatú területnek tekinti. Így választják el a szabad területektől, amelyek még nem fertőzöttek. A térképen jól látható, hogy Magyarország szinte egésze érintett a fertőzöttség tekintetében. Jó hír azonban, hogy a NÉBIH nemrégiben kiadott nyilatkozata alapján Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékben jelentősen csökkent a kockázati területek nagysága, illetve Szabolcs-Szatmár-Berekben is lassult a vírus terjedése. Szabolcs-Szatmár-Berek megye, hasonlóan a szomszéd vármegyékhez is, Borsod-Abolcs-Zemplénhez, illetve Hajdú-Bihar megyéhez, az egész terület úgynevezett fertőzött terület. Viszont vannak a jelenleg összefüggő területnek olyan széli részei, ahol a magas kockázat területek is vannak, ahol a fertőzés terjedése a vaddisznók között lelassult, erősen lelassult, sőt ki is jelenthetjük, hogy megszűnt a betegség ezen a területeken, a vaddisznókon belül. Ezért vizsgálta meg az sertéspestés szakértői csoport, hogy nem lenne lehetőség arra, hogy ne csak bővítjük állandóan a területet, tehát új magas kockázatú vagy fertőzött területet jelöljünk ki, hanem esetleg csökkentsük ezt a területet. Természetesen értékokból ezt a széli részre lehetett elkezdeni, a közleményükben szereplő Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Jász-Nagykun-Szolnok, illetve Bács-Kiskun megye, ahol egyébként is alacsony a vaddisznó sűrűség, illetve ott már régóta új pozitív eset nem volt. Ezért gyűjtöttük mi be azokat az adatokat, amit beterjesztettünk a bizottságnak, és ott elfogadták a mi terület kockázati besorolás csökkentő javaslatunkat, és ezt a közleményt jelentettük meg, mint egy jó hírt. A főállatorvos hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében a közeljövőben nem várható a fertőzöttség teljes megszűnése, legfeljebb a vírus terjedésének lassulása. Van rá remény, hogy a terjedés lassulni fog, illetve megáll. Ezt támasztja alá, illetve egy pozitív üzenete van annak, hogy vannak olyan területek, ahol már csökkenteni tudtunk kockázati besorolást, viszont hozzáteszem, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye nem az a terület jelenleg, itt jelenleg is vannak pozitív esetek, elsősorban az ukrán határ közelében, sőt azt is mondhatom, hogy ebben az évben szinte már most elérte fél éves adat a tavalyi számot, darabszámot, pozitív esetszámot, tehát jelen van a vírus vaddisznókban, Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Bajda Lajos hangsúlyozta, hazánkban csak vaddisznókban van jelen az afrikai sertéspest is, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a házi sertésállományt meg kell védeni a vírus behurcolásától. Vannak nagyon fontos megelőző intézkedéseink, vizsgálati úgynevezett surveillance felügyelet intézkedéseink, aminek keretében kell vizsgálni az elúr sertéseket, mind háztájban, mind nagyüzemi állományban. Vannak kötelező vérvizsgálatok nagy létszámú állományokban. Ezek mind, szerencsére mind kedvező eredmények, tehát ezek a vizsgálatok folyamatosan folynak. Minden sertés megbetegedést be kell jelenteni, erre felhívjuk a figyelmet, hogy szóljanak az állatorvosnak, hogyha sertés megbetegedés van. Azt ki kell vizsgálni, és hogyha elhullás van, az pedig kötelező kivizsgálni intézetben. Ezek történnek és folyamatosan zajlanak, és ezek, hála Istennek, mindezidáig kedvező eredményre zárultak minden esetben hazánkban. A főállatorvos hangsúlyozta, hazánkban jó ideig még együtt kell élnünk ezzel a betegséggel, ezért is fontos a felelős állattartás, hogy a házi sertésállomány ne kapja el a fertőzést. Mint ahogyan arról korábbi 35 perc című műsorunkban beszámoltunk, az afrikai sertéspest is ellen jelenleg nincs hatékony vakcina vagy gyógymód, viszont mind a vaddisznókra, mind a házi sertésre nézve végzetes lázzal jár. Ezért az Európai Unió támogatásával Románia, Ukrajna, Szlovákia és Magyarország egymással szorosabb együttműködésre törekszik a sertéspest is elleni vakcina kifejlesztésében.